Üdvözlök mindenkit a mai alkalommal! Kémia Szamárpad Úgyhogy az ötösem lesz Kémiából című könyvből fog feladatokat megoldogatni. Továbbra is égetéses feladatokról lesz szó. Ráadásul olyan, olyan feladatokat kellene megoldani, amelyek ilyen random összetételűek, az összetételt kell meghatározni, és az lenne a legjobb, hogyha még egyéb anyagokat is tartalmazna a gáz, előfordul, hogy valami olyan anyagot égetünk el, ami mondjuk már eleve tartalmaz oxigént, meg ilyen kacatokat, például egy ilyen típusú vegyület, egy CXHY gázra. És akkor ráadásul égessünk levegőben, típusú feladatokat oldjunk meg. Vagy, vagy itt, van, itt van ez a feladatsor, hogy nitrogén és oxigént tartalmú szerves vegyületek. Na ez lesz az és akkor még itt is, ám mondjuk ez már egy kicsit, mint más lenne, akkor oldjuk meg ezt az utolsót, ez biztos a legnehezebb, telített oldalláncú szimmetrikus éter, 1,48 g oxigén feleslegben tökéletesen elégetjük. A keletkező víz és széndiokszid együttes tömeg 5,32 gram. A füstgáz átlagos moláris tömege 29,8. Ez gondolom a széndiokszid, meg a maradék oxigén, mert ugye oxigén feleslegben van az anyag. Ennyi lesz az átlagos, és akkor egy étert égetünk el. Hát még, és akkor az a kérdés, az a feladatnak a lényege, hogy milyen étert égetünk el, és milyen térfogatú, standard állapotú oxigéngázt alkalmaztunk. Úgy tűnik, hogy oxigéngázban égetjük el, nem pedig levegőben, tehát tiszta oxigénben. Mekkora az oxigén felesleg? Ezeket mind itt ki kell számolgatni. Na hát még nem, nem kezdtem el így a szerves kémiáról én kisebb videókat készítgetni, úgyhogy egy kicsit az éterekről beszélünk. Az éterek azok olyanok, hogy egy oxigén, ugye ez a víz itt, és a víz hidrogénjeit, hogyha valami szénhidrogénre cseréljük le, így, akkor ez már itt egy éter. És akkor hát vannak olyanok, hogy ilyen szimmetrikus éterek, meg vannak aszimmetrikus éterek, ugye, hogyha ilyen tök random az eltér oldalcsoport, és akkor itt random oldalláncok helyezkedhetnek el. És akkor nézzük meg, hogy mi lehet vajon egy ilyen éternek az általános képlete, hogy CNH akármennyi. Úgy tűnik, ha itt nem lenne ez az oxigén, akkor ez a kettő szén itt össze lehetnek ezt a kettő szenet itt össze lehetne kötni, és akkor gyakorlatilag egy telített szénhidrogénnek a képletét kapjuk, mert akkor egy nincs ott az oxigén, hanem egy, ugye, ahol itt folytatódik a szén, ez a kötés, ez egy másik szénhez megy, ezzel a kötéssel kötődik össze, és akkor itt hát két szén összekötődik, és akkor ez egy alkán. Tehát ha alkáról van szó, akkor CNH 2N plusz 2, csak hát ugye ott van az az oxigén, tehát oxigén. Tehát én azt javaslom, hogy ez legyen az általános képlete, szerintem ez ilyen. De ezt le, le lehet ellenőrizni, tehát nézzük meg. Mondjuk dimetiléter az milyen? Az az, hogy van egy oxigén, és akkor két metilcsoport csoport, CH3. CH3. És akkor az C2, nézzük meg, ha alkalmazzuk ezt az általános képletet, 2x2 az 4, meg 2 az 6. Ó. És akkor tényleg 3 meg 3 hidrogén van, tehát 6. Működik ez az általános képlet, lehet használni. Nézzük meg még egy példánál, mert mi van, ha itt még egy csoport van? Tehát akkor mi lesz? Akkor CH2, CH3, CH2, CH3, kicsit random rajzoltam, ez a dimetiléter. Ez pedig a dietiléter. Magyarán ez egy etil csoport, ez pedig egy metil csoport, lehet ezt mondani. Na és akkor számolgassuk ki, hogy ez itt mennyi, ez C, négy darab szenet tartalmaz. Nézzük az általános képletet. 2x4 az 8, meg 2 az 10. És van benne egy oxigén, nézzük, hogy bevált-e. 1, 2, 3, 4 szén az megvan. 3, meg 3 az 6. Meg 2 az 8, meg 2 az 10. Tehát működik ez az általános képlet. Egy szimmetrikus éternek ez lesz itt az általános képlete. Egyébként lehet, hogy nem szimmetrikus éterre is működik ez. De, de, mindegy. Hát szerintem igen. Tehát ott, ott mi a helyzet? Tehát éternek az átlagos, általános képlete ez szerintem, mert mi van akkor, hogy egy ilyenről van szó, ugye itt CH3, CH2, CH3, C3, H, 2x3, 6, meg 2, az 8. Ó, nézzük meg, 6, meg 2, az 8. Tényleg, tehát ez egy éterekre vonatkozó általános képlet. Éter. Ezt lehet használni az éterekre ezek szerint és akkor mi a helyzet? Mit mond a feladat? A feladat azt mondja, hogy van ebből a random éterből, nem tudom hány mol. Ugye nem tudom hány mol van belőle. X mol van belőle, viszont azt tudom, hogy ez az X mol, ennek a tömege, az 1,48 g. Ugye, ha tudnám a maláris tömegét, akkor, akkor tök jó lenne, mert akkor tudnám, hogy mennyit égetek el és akkor ezt oxigén feleslegben elégetjük tökéletesen, és akkor keletkezik belőle, írjuk fel a képletét, vagy az égését, cn h 2 n plusz 2, oxigént is tartalmaz ez a molekula, ezt oxigénben égetjük el, tehát igazából, ja, széndiokszid keletkezik, mint általában, és víz. Egyetlen egy érdekesség ebben az egyenletben, hogy mivel maga az a kiindulási anyag is tartalmaz oxigént, valamivel kevesebb oxigén kell majd itt, tehát itt megjelenik egy érték, és akkor abból le kell vonni majd valamennyit, amennyi itt van, mondjuk tegyük fel, hogy ebből x van itt, tehát le kell vonni ott x mennyiségű anyagot, vagy hát mennyit kell ott levonni? x per 2-t kell levonni, mert egy ilyen, az csak egyet tartalmaz, tehát amennyi itt van, fele annyi oxigén kell itt. Tehát hogyha ha itt egy van, akkor ott... Tehát, hogyha ebből van egy, akkor abból, abból elég 0,5. Tehát ezért itt osztani kell kettővel. Ugye? Mert akkor ugyanannyi lesz. Tehát, hogyha ebből kettő, tehát 0,5-ben kettő darab oxigén van, akkor abban egy oxigén van ott. Mert egy ilyen cuccban kettő van. És akkor vissza, visszakapjuk azt. Tehát akkor ezt így kell csinálni, hogy ott le, le kell osztani kettővel. Szóval ennyivel kevesebb oxigén kell majd ebből mert az itt van ebben. Na, és akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet, keletkezik n darab széndiokszid, pontosabban, hogyha ebből x van, akkor xn darab, és még mi keletkezik, keletkezik még x-szer, 2n plusz 2 darab, és ráadásul fele annyi, mert itt párba rendeződnek megint a dolgok, fele annyi víz. Itt lehet egyszerűsíteni, tehát azt lehet mondani, hogy ezt itt elosztom, és akkor n plusz 1 x szer n plusz egy hidrogén oxid vagy víz keretkezik. Fel lehet bontani ezt az zárójelet, tehát ez azt jelenti, hogy x n meg x mennyiség, hogyha konkrétan az x-re írom fel ezt az egyenletet, hogy mint itt. Oké, tehát ennyi, ennyi víz keretkezik ott. Kicsit össze rajzolok, de remélem azért látszik. És akkor mennyi oxigénre van itt szükség? Hát ugye pontosan annyi, Oxigén kell itt, amennyit van, tehát xn, meg itt van ez a mennyiség, xm plusz x. De mint itt is ebben csak fele annyi oxigén van, tehát hogyha itt ebből van valamennyi, akkor ebből a dologból ami kétszer annyit tartalmaz, abból fele annyi is elég. Ezért itt megint elosztom kettővel, és akkor ennyi darab, és akkor ez az egész képlet itt, ez írja le azt, hogy mennyi oxigén kell itt ténylegesen. Ugye amennyi kellett, és levonjuk belőle azt, amennyi már, már ott van benne a molekulában. Tehát ez a, ez a trükk az egészben, az ilyen oxigén meg nitrogén tartalmú szerves hogy ha itt tartalmazva valamennyi nitrogént, akkor az lenne érdekes, hogy az valószínűleg N2 gázzá el, tehát ilyen megjelenne a termékben még a nitrogén gáz is. De, de most ez, ez nincs. Na és akkor hát mi a helyzet? Eddig két ismeretlent találtunk, tehát nem tudjuk, hogy hány szénatom van egy ilyen vegyületben, és azt se tudjuk, hogy a vegyületből mennyi van. Viszont azt tudjuk, hogy akkor a keletkezett, ugye itt van a feladatban, hogy a keletkező víz és széndiokszid együttes tömege 5,32 g. Tehát azt lehet mondani, hogy 5,32 g az egyenlő az CO2, meg a víz. Ugye, és akkor fel lehet írni azt, hogy ebből mennyi van? X-szeren, ugye tömegre van, tehát ennyi mol van, szorozva a széndiokszidnak a tömege, ugye itt fel lehet írni ezeket, hogy CHO 12 g mol, 1 g per mol, 16 g per mol. Na, tehát ennyi mol anyag keletkezik, széndiokszid az egy szenet tartalmaz, meg két oxigén, tehát 32 meg 12, kétszer 16, 32 meg 12, az 44, meg ugye ez itt a széndiokszidnak a tömege. X mol széndiokszidnak, amennyiben n darab szén van, szor 44, a moláris tömeg a széndiokszidnak. Az ott van. Tehát moláris tömegszer anyagmennyiség van itt. És még van xn plusz x szer 18. Víz, H2O. Ez is egy moláris tömeg, szer anyagmennyiség. Tehát igazából ezt a képletet variálom itt nagyon, hogy M egyenlő kis emperen. Ez a képlet jelenik meg itt ilyen paraméteresen, már tartalommal felírva. És hogyha itt, akkor tehát ez egy tömeg, ez a széndiokszidnak a tömege, ez itt a víznek a tömege, hogyha ezt a kettőt összeadom, az 5,32 lesz. Ezt mondja a feladat, és akkor ez itt az első egyenlet mondjuk. Mi, mit lehet tudni még? Azt lehet tudni még, hogy van valamennyi ebből az anyagból, ebből az anyagból van valamennyi, és ez a valamennyi, az x mol, annak a tömeg az 1,48 g. Tehát akkor ezt hogy lehet felírni? Tehát hogy lehetne felírni ennek a moláris tömegét? Tehát, nézzük meg. Van, van belőle valamennyi, és hogyha összeadom a tartalmát, szóval hogyha x-szel megszorzom azt, hogy 12-ször n, ugye ennyi szénatom van benne, ekkora a tömege a szénnek, meg 2n plusz 2 ször 1, mert ugye hidrogénnek, írom itt 1, ez a hidrogénnek, ez a c-nek a tömege, mc, ez az mh, és akkor van még benne 16, 16 os oxigén, és ugye az egészből van valamennyi, tehát igazából ez itt egy moláris tömeg. Ez a moláris tömege ennek az anyagnak, de ugye nem tudom, hogy mennyi van, és akkor mi a helyzet, akkor n m egyenlő, az egy tömeggel lesz egyenlő, akkor az 1,48 gram. Tehát megint csak felírtam ezt, a, ezt az összefüggést, hogy n egyenlő, vagy m egyenlő kis peren, csak átrendezve. Tehát van valamennyi mol, megszorzom a moláris tömegével, akkor kapok egy tömeget, amit véletlenül tudok, és ez lesz itt a második egyenlet. Oké, akkor kicsit Felbontom ezt a zárójelet, legyen, legyen szép, akkor azt kapom, hogy 12xn, megszorzom ezt ezzel, megszorzom ezt még ezzel is, akkor azt kapom, hogy jó, kiírom rendesen, jó. 2n plusz 2, ugye akkor ezt át lehet alakítani úgyhogy hogy 2xn plusz 2x, meg 16x. Tehát ez lesz a az egyenletből. Ez egyenlő 1,48, sőt, mi többit össze lehet csomó mindent vonni, szóval akkor azt lehet kapni, hogy 14xn meg itt uh, 18x. Ugye ezt a kettőt összeadom, ezt a kettőt is összeadom. És akkor ez lesz egyenlő 148 szal És akkor ez, ez a legegyszerűbb formája ennek az egyenletnek. Nézzük meg ezt a másik egyenletet, ezt lehet-e ebben a vonni? Ez azt jelenti, hogy 44xn, meg 18xn, meg 18x, egyenlő 5,32. Na és akkor ez a helyzet, ez, ez itt a másik egyenlet, két ismeretlenünk van, az x meg az n, tehát hogy mennyi van az anyagból, és hogy hány szénatomot tartalmaz, és akkor ezt a két ismeretlenes egyenletet a két egyenlettel meg lehet oldani. Ugye mindig az a szabály, hogy. Ó, hát, tök, mindegy, akkor. Első, második egyenlet, első egyenlet, tök, mindegy. Tehát ahány ismeretlened van, annyi egyenletre van szükség, és akkor szépen meg kell ezt oldani. Szóval akkor mi a helyzet? Itt is lehet összevonni, szóval ezt a kettőt itt összeadom. Ezt már nem, nem, nem merem fejben. 44 18 vagy 44 plusz 18. Csak összeadom. 62. 62XN-ről van szó. Na és akkor fejezzük ki. Fejezzük ki az egyik egyenletből az X-et, és tegyük bele a másikba, ez a, ez a, szabály. Ezt úgy lehet, hogy akkor kiemelek X-et. Azt ugye így kirakom ide a zárójelbe, tehát akkor X szorozva. Ugye itt akkor ezt 62N, meg 18. Mert mi a helyzet? Tehát akkor, hogyha így beszoroznám, akkor be kell szorozni ugye ezzel, akkor 62 x et kapok, meg be kell szorozni azzal, akkor 18X-et kapok. Tehát igazából, hogyha így kiemelsz valamit, akkor ezt elosztod x -el, ezt is elosztod x -el, ott van az X benne. Hogyha itt mondjuk lenne egy tag, tehát ez olyan matakos cucc, hogyha lenne egy olyan tag, ami tehát, hogy AX, meg BX, meg C, és akkor ebből akarnál kiemelni X-et, akkor ugye azt kapnád, hogy X-szer A, meg X, vagy B, és akkor még el kéne osztani, szóval akkor itt megjelenne a C per X. Tehát akkor itt mindent elosztasz, hogyha kie, kie, tehát így kell kiemelni, mindegy, ez ilyen apróság, és akkor ez a helyzet, és akkor ez egyenlő 5,32-vel, akkor itt ezzel az egésszel leosztok, és akkor azt kapom, hogy X egyenlő 5,32 per 62N, meg 18, ez az X itt. Ez, ez lett az első egyenletből, és ezt az x-et belerakom ebbe az egyenletbe, akkor mit kapok? Ebbe az egyenletbe. Két helyre is be kell rakni. Tehát akkor azt kapom, hogy 14 szer x, akkor be kell írni ezt az egészet, hogy 5,32 per 62n plusz 18, szorozva n-nel, szorozva n, tehát beraktam ide az x helyére, hozzáadok 18 szor hát ezt írhattam volna sokkal szebben is, hogy ne így a végén legyen. Megint csak be kell írni az x helyére, a 18x helyére, hogy 5,32 per 62n plusz 18, és akkor ez az egész lesz egyenlő 1,48-al. Tehát beírtam szépen, hát ez undorító lett. Felírom még egyszer, oké? Okay? Szóval 14 szer 5,32 per 62n plusz 18, szor n, meg 18 szor 5,32 per 62 plusz 62n plusz 18 egyenlő 1,48. Ez az egyenlet, ez már egy egyismeretlenes egyenlet, és ezt meg lehet oldani. Beírom így, ahogy van az a számológépen, ezért nagyon szeretem ezt a számológépet, mert ezt meg lehet tenni. 5,32 per 62 ször x plusz 18. Ezt csak beírom úgy. Szorozva az egész x-el. Hozzáadok még ezt a másik tagot, az 18 szor 5,32 per 62 ször x meg 18, és az egész egyenlő 1,48-al. Shift, kalk, tehát shift, kalk, egyenlő. Nézzük, mi jön ki. Néha eltart egy darabig, amíg számolgat a számológép, de rohadtul remélem, hogy ez Négy! 4. N egyenlő 4. Ott van? Igen. N egyenlő 4, szóval miről van szó? Akkor egy Cn, vagy pontosabban most már tudom, mi a cucc. C4, 2 4 az 8, meg 2, az 10. Ó, ez mi? Ez a dietiléter ezek szerint. Akkor egy ilyen anyagról van szó. Egy ilyen anyagot égetek el. És akkor ebből mennyit égetek el? Ja, most már tudom a moláris tömegét nagyon egyszerűvé vált a feladat hirtelen, hogy ezt a részét itt megoldottuk. Tehát ebből az anyagból, aminek a te meg akkor most már tudom pontosan, hogy mennyi. <kül> És egyébként azt is tudom, hogy mennyit égetek el. Tehát, tehát hogy me akkor számoljuk ki -e az x-et, hogy mennyit égetek el ebből. Ugye akkor 5,32, ugye itt az x az egyenlő 5,32 per 62n plusz 18, számoljuk ki az x-et. 62 ször n, az azt jelenti, hogy 4, meg 18, 0,02 mol tégetek el. Egyébként tudnám a maláris tömegét, nézzük meg, hogy tudom a maláris tömegét ennek, tehát mennyi a maláris tömege? Hát ugyanazt kapnám vissza, de akkor 12x4, igazából nem csinálok más, mint behelyettesítek ebbe az egyenletbe, tehát most már tudom a moláris tömegét, behelyettesítek, vagy ebbe az egyenletbe. Ugye most már ezt ki tudom számolni az egész anyagunk a moláris tömegét, elosztom ezzel az 1,48-t, és megkapom a, az anyag mennyiséget. tehát ugyanazt kapnám ezt, úgyhogy ezt, ezt most tekintsünk el. És akkor írjuk fel az egyenletet, az égés egyenletét. Hogy akkor mi, hogy néz ki az égés, most már most már nem is kell paraméterezni, azt az egyenletet lehet, mert C4H10O, meg O2 egyenlő, CO2, H2, ugye mi a helyzet? Akkor 4 darab széndiokszid keletkezik, 10 darab hidrogén van itt, akkor 5 darab víz keletkezik, ugye el kell osztani kettővel. Mennyi oxigént kell ide beírni? Az azt jelenti, hogy kell 4-et, meg 5 per 2-t, meg, meg 1 minusz 1 kettedet, ugye, mert itt van ez, ha ebből mondjuk 1 van, akkor fel annyit, az mennyi? 4 meg 5 per 2, mínusz 1 per 2, 6 oxigén kell. Érdekes. Nézzük, hogy ki jön-e. Tehát itt van kétszer a 12, 13, 13 oxigén van itt, kétszer 4 az 8, meg 5 az 13, igen. Tehát akkor rendezve van az egyenlet, így kell rendezni az egyenletet. És akkor elégetek ebből. Ez tökéletesen elég. Nézzük meg, hogy mi a helyzet. Akkor... Mennyi oxigént fogyasztok? 02 0, ugye ebből az anyagból van itt, 0,02 mol, tehát akkor 0, ugye hogyha ha abból egy van, akkor 6 kell, ha egyet égetek el, abból 6 kell, ha 0,02-t égetek el, akkor hány kell, ez egy ilyen aránypár, ezt így kell beírni az egyenletbe, hogy hogy 1-hez 6 kell, 0,02-höz x kell. Egyébként ezt fel lehet csinálni, tehát ha 6-hoz x kell, akkor 1, egész... mi a szarral beszélek? Tehát, hogyha akkor ezt így is fel lehet írni, hogy tehát fel, az a lényeg, hogy fel lehet cserélni, az a... tehát meg lehet fordítani, Na, meg lehet fordítani a dolgot, ha, ha úgy szimpatikusabb, mert ugye akkor itt fel kell szorozni x-el, de hogyha ezt teszem, akkor egy számmal kell felszorozni, és akkor 6-ot megszorzom. 6 x 0,02, ugye itt átrendezem, akkor, az, akkor azt kapom, hogy 6 per 1 x 0,02 egyenlő x, az x egyenlő pedig 0,12. Hát magyarán mit kell csinálni? Magyarán meg kellett szorozni 0,2-vel ezt a számot itt. 0,12 mol oxigént használ el a reakció. Ennyi fogy. Tehát ennyi már biztos volt ott a rendszerben. És akkor mi helyzet? Ugye még nem tudom, hogy mennyi oxigén maradt. Csak annyit tudok, hogy van egy gáz. Gáz, én nem, nem, tudom, hogy ez tartalmaz -e itt vizet. Nem tartalmaz szerintem vizet. Tehát 29,8 gram per mol. Az átlagos moláris tömeg az azt jelenti, hogy van benne van benne x CO2, meg Y, O2, egyenlő 29,8, szorozva X plusz Y-nal. Ugye ez mi a helyzet? Ez itt moláris tömeg lesz, ez itt anyagmennyiség lesz, X mennyiséget, ezt, ezt tudom az X-et egyébként, csak most, ugye mindjárt tudni fogom az X-et, pontosan tudom mennyi széndiokszid keletkezett ott van az egyenletben, szóval azt tudom, de akkor igazából hát írjuk is ki, oda, nem. Tehát minek? izéljük. Minek Tehát 4 oxigén. Tehát mi a helyzet? Ha egyet égetek el, akkor 4 keletkezik, ha 0,02-t, akkor mennyi? 0,02 x 4. Tehát 0,08 x 44, meg x x 32 az egyenlő, 29,8, 0,08 meg x. Ugye ez is itt egy moláris tömeg, ez is itt egy anyagmennyiség, tehát ez egy tömeg, ez itt egy moláris tömeg, ez egy anyagmennyiség, moláris tömeg, anyagmennyiség, tehát ez mérleg egyenlet, m plusz m egyenlő m, tehát ez egy tömegmérleg egyenlet. És akkor nézzük meg, hogy mi jön ki ebből az egyenletből, 0,08 x 44, meg x szer 32, egyenlő, 29,8 szor 0,08 meg x. Beírtam az egyenletet úgy, ahogy van, és negatív száma jött ki, hát ez nem felkavaró. Hát ez felkavaró, felháborító. Negatív szám jött ki erre az egyenletre. Akkor mi van akkor, hogy ez még vizet is tartalmaz, azt rohat? Na, akkor írjuk csak még ide a vizet is. Akkor le lehet, hogy még a vizet is oda kell írni, mert akkor mégiscsak vizes anyagról beszél, tehát füstgázról beszél, ami lehet, hogy vizet is tartalmaz, az azért jön ki negatív érték, mert nem szabadna neki most már. Tehát akkor még itt mennyi víz van, akkor itt még van 18-as víz, ez a molárista meg a víznek, és ide is majd be kell írni. Meg a víz, mennyi víz keletkezett. Ugye 0,02 x 5 víz keletkezett, tehát igazából 1 tized mol. 0,1 mol szó 18, és akkor még ide is beírom azt, hogy 0,1. És akkor így néz ki talán. Jaj, de nehéz az életszer 18, beírom megint az egyenletet. 0,08 44, meg x, x 32, egyenlő. 29,8, ugye ez a moláris meg, ezt össze kell szorozni 0,08-al, meg 0,1-el, meg x-el. 0,02 jön ki. Ennyi az oxigén, ennyi mol oxigén van, mert ugye itt az x-et az oxigénnek a moláris, és az oxigén anyagmennyiségére számoltam ki, ennyi mol oxigén van ott jelen. Ennyi maradt. És akkor hogy kell a fölösleget kiszámolni? Tehát. Mennyi oxigén volt teljes egészében? Lehet, hogy kell. Amennyi. Tehát kellett. Az égéshez kellett. 0,08 oxigén kell. Az égéshez mennyi van. Tehát amennyi van. Azt hiszem az a... Tehát hogyha kevesebb van, akkor csak akkor 50 szál, akkor hiány van, tehát amennyi van, amennyi kell, százalék. És akkor nézzük meg, hogy ugye 0,08 kell. És mennyi van, ugye van, van 0,8 meg 0, ,8. ugye ennyi maradt. Számoljuk ki. 125 százalékos, mert ugye itt 0,08, ez, az, ez az, ami elfogyott az égésnél, ezt tudom, hogy elfogyott, mert elégett az anyag rendesen, és még maradt valamennyi, tehát 0,02 maradt is, tehát ezt a kettőt összeadom, és akkor így azt kapom, hogy 1,25, ugye ezt meg kell szorozni százzal, tehát 125 százalékos anyag volt, ugye akkor 25, az azt jelenti, hogy 25 százalékos Felesleg. Ezt mondja a feladat elvileg. Nézzük meg gyorsan a négy évi függvénytáblázatot, hogy egy, tehát hogy tényleg dietiléterről volt ez szó, és hogy milyen ki. Ez melyik feladat? 333B. Dieti léteről van szó, azonban nem, nem jött ki a ez mi? Dietilétert azt eltaláltam, az jó. Ja, még meg kéne adni, hogy ez mennyi normál százalékos. Mi a szar? Igen, ez normál állapotú levegőre vonatkozik. Lehet, hogy azért nem jött ki a százalékérték, mert hogy normál állapotú gázra kell vonatkoztatni. Mit jelent az, hogy normál állapot? Azt jelenti, hogy 22,41 mol per dm3. Tehát akkor mi a helyzet? Akkor összesen volt 0,1 mol oxigén. Tehát ilyen aránypárral. Tehát hogyha 1 mol az 22,41 mol DM3, akkor hány köb deciméter az, ami nekem van, ami 0,08 meg 0,02. 0,1. Kiszámolom azt, a, azt, az értéket. Kicsit gáz, hogy nem jött ki, de normál állapotú levegőre kell számolni szerintem akkor. x per 0,1. Hát igazából ezt így lehet, hogy fejben is el lehetett volna végezni. Tehát 2,241. DM3. Érdekes. Ja, eléggé lehet, hogy benéztem, vagy nem? Valahol hiba van a rendszerben, sajnos. a ja, szar van. Ja nem nem 0,08 oxigén volt, hanem ennyi oxigén van ott. Tehát akkor ez itt nem. Nem, 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 nem. ez itt más. Hú, basszus, ez ilyen tipikus volt. 0,12 mol oxigén maradt. Vagy ennyi volt. Ennyi kellett az égéshez. Tehát ennyi éget itt el, mert ugye 0,02 anyagot égettünk el 6. Ennyi oxigén, meg amennyi maradt, 0,02 maradt. Tehát összesen 14 oxigén volt. 0,14. Ehhez tehát ennyi, ennyi oxigén volt. Kellett 0,12, tehát akkor azt jelenti, hogy 0,14 per 0,12. Az, 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 az 1 az akkor ez se rossz, vagy ez is rossz, és akkor az 1,1667, ugye akkor az 16,67 akkor ez most már így kijön. Hála az égnek. Ez így kijön. És akkor mekkora volt ez a levegő, ami ott volt? Akkor ide be kell írni ezt, hogy nem ennyi volt, hanem 0,14 mol volt. Nézzük, hogy az mekkora gáz. 22,41. Az 1 mol, x köbdeciméter deciméter, a 0,14 3,1374 DM3. Na nézzük, gyorsan. És annyi. Hát akkor ez egy ilyen kalandos feladat volt. Na hát igazából ez a helyzet, így kell megoldani ezt a feladatot. Tehát elnézést kérek a kis benézésért így a végére, de szóval mit is kellett akkor csinálni. szépen akkor fel lehet deríteni, ugye, hogy, hogy mi a helyzet, akkor... Fú, hát egy kicsit káosz így visszatekinteni erre a sok rizsára. A lényeg az, hogy akkor két egyenletet írtunk fel, ugye, meg volt adva, hogy mennyi volt a kiindulási anyagból tömegre, meg hogy mennyiségre. Első egyenlet az az volt, hogy, hogy tudtam, hogy mennyi ez a tömeg, tudtam, hogy mennyi az anyag mennyiség, vagy hát azt nem tudtam, de volt ilyen két ilyen paraméter, és a moláris tömegét akkor fel lehet írni ennek képletesen, az itt van. Volt valamennyi, kisen érték, beszorzom a maláris tömeggel, ami így paraméteres, így néz ki, hogy van 12 darab szén, hidrogén, meg az oxigén, az egy darab, és akkor annak a tömege az ennyi, tehát ez egy kis n m egyenlő m, vagy n nagy m egyenlő kis m, a másik egyenlet pedig mi volt? A másik egyenlet pedig az volt, hogy megadta a feladat azt, hogy a széndiokszid meg a víznek a közös tömege az mennyi. Az itt meg volt adva, és akkor szépen paraméteresen, hogyha volt x az egyenlet szerint. Itt van az egyenlet. Egyenlet szerint, hogyha x ilyen anyagot elégetünk, akkor x szeren darab széndiokszid keletkezik, aminek 44 a moláris tömege, és keletkezik még xn plusz x mennyiségű 18-as moláris tömegű víz. És ha ezt a két tömeget összeadom, akkor kapok egy 5,32 grammot. Tehát ez a két egyenlet volt, egyikből kifejeztem a másik, az x-et, behelyettesítettem a másikba, megoldás, és akkor kiderült, hogy a dietiléterről van szó. Onnantól kezdve, hogy a dietilétert már felismertük benne, akkor fel lehet írni a dietiléterre az égetési egyenletet, konkrét számok jelennek meg mindenhol az egyenletben, és akkor onnantól kezdve már ki lehetett számolni azt, hogy így a hogy mennyi oxigén fogyott, mennyi oxigén maradt, ugye megadott a feladat még egy másik részt is, hogy a, hogy a céltermék, vagy a, az égés termék, annak mekkora az átlagos maláris tömege, hát itt nem teljesen egyértelmű, hogy ez tartalmazza a vizet, vagy nem, mert lehet, hogy a víz lecsapódik, vagy sokszor kifagyasztják a víz, vizet, vagy kikondenzálják belőle, de hát ki lehet próbálni, tehát akkor fel lehet írni egy olyan egyenletet, hogy van, a, van, van benne valamennyi víz, valamekkora mennyiség, van benne valamennyi széndiokszid, valamekkora mennyiség, van benne valamekkora oxigén, és a mennyiség, ugye ez egy tömegmérleg egyenlet, tehát mólokat kell beírni, és a moláris tömeget. Moláris tömeget azt mindig ismerjük, itt az egyenletből most nagyon sok anyagmennyiséget is ismertünk, tehát a széndiokszid mennyiségét pontosan ismertük, meg a oxigénét is, és akkor itt már csak egy ismeretlenes egyenlet, az átlagos maláris tömeggel felírt egyenlet. Ugye itt a, itt a teljes mennyiség, tehát teljes anyagmennyiség, szóval az a teljes maláris tömeg, akkor ez itt a teljes tömeg. Egy, hogyha, hogyha, itt, hogyha itt véletlen úgy adódna össze, hogy összesen egy mol van mindenből, akkor nem kéne ezt idejéni, mert akkor itt ez pont egy lenne. De itt ugye tök véletlen mennyiségek vannak, ezért itt ki kell írni rendesen, hogy az egyik anyagnak a maláris vagy a mennyisége, másik anyag mennyisége, a harmadik anyag mennyisége, ez összesen egy darab mennyiség, egy hatalmas mennyiség, és akkor az, azt beszorozva az, az átlagos moláris tömeggel, az a tényleges tömeg. Nem tudom, ez érthető, és akkor onnantól kezdve, hogy kiszámoltuk, hogy miből mennyi van, onnantól kezdve már csak így alapszámolgatás, hogy hát akkor az mennyi köbdeci, hány százalékos levegő felesleg, hogy amennyi van, osztva amennyi kell, és akkor kijön a százalék. Hát itt jól benéztem sajnos ezt a 0,08-at, ami a széndiokszidnak a moláris temege. Na, hát ennyi lett volna egy a feladat. Mai alkalom ennyi fél, ez már, ez már egy kicsit komolyabb feladat szerintem, szóval ez már ilyen középszintű érettségén nem biztos, hogy előkerül, de, de, lehet, úgyhogy érdemes felkészülni rá. Na ennyi lett volna ez a rész, nem sokára majd lehet, hogy lesznek szerves kémiás videók, az megint ilyen előadás jellegű cucc lesz, ilyen tanakodás, hogy mi a helyzet, és utána folytatódnak majd megint a számolás témák. Na, köszönöm a figyelmet, sziasztok!